A flow az, amikor egy tevékenységben teljesen elmerülünk, és magát a tevékenységet csak a benne rejlő öröm miatt csináljuk. Ilyenkor kizárunk minden külső körülményt, és olyan intenzíven vonódunk bele a cselekvésbe, hogy észre sem vesszük, ahogy elrepül az idő. Eltűnik az én tudat is, alig fogjuk fel, hogy mi zajlik bennünk és körülöttünk. A világ szinte megszűnik létezni, annyira fókuszálunk. Nem ezt a videót terveztem ma csinálni, de amikor eszembe jutott, akkor úgy éreztem, hogy talán erre lenne szükségem. Még régebben szoktam rá arra, hogy amikor túl sok a gondolat a fejemben, akkor elkezdem kiírni őket, még akkor is, hogyha nincs értelmük. Csak azért, hogy rendet rakjak közöttük. És úgy gondoltam, hogy megosztom veletek azokat a gondolatokat, amik mostanában vannak a fejemben. Érdekes, hogy tanultam a flow-ról, erről az áramlatról, és nagyon sokszor szóba került, nagyon tetszett nekem, viszont egyszer sem gondolkodtam el azon, hogy mostanában én ezt nem szoktam átélni. Eszembe jutottak emlékek, miközben rajzoltam, festettem, zongoráztam, de mostanában gondolkodtam el azon, hogy milyen régen volt már valami, amit csak azért csináltam, mert örömet okozott. Elfelejtettem, hogy lehet azért is csinálni dolgokat, mert boldoggá tesznek. Úgy érzem, hogy mindig mindenben a célt keresem, és akkor csinálok meg valamit, hogyha azt érzem, hogy van célja, hogyha úgy konkrétan meg tudom fogalmazni, hogy ez mivel járul hozzá az életemhez. És valahogy maga az, hogy örömet okoz a tevékenység, nem tűnt célnak. Tehát, hogyha bármikor kedvem volt rajzolni, vagy írni, vagy megtanulni egy új nyelvet, akkor mindig azon kezdtem el gondolkozni, hogy hát ez most jó, ahhoz van kedvem, de hasznos ez. És hogyha szeretnék rajzolni valamit, akkor az mi legyen? Akkor már valami olyat kell, aminek van haszna. És a vége persze ezeknek mindig az, hogy akkor nem csinálom meg azt, amit szeretnék. Nem kezdem el azt az új dolgot, mert nem látom az értelmét. De egyszerűen nem lehet így gondolni mindenre. Egy másik dolog, ami már többször eszembe jutott, hogy ha valaki megemlítette, hogy mennyire motivált lett attól, hogy valakin látta, hogy motivált, vagy olyan videókat néz, amiben az emberek motiváltak, akkor rengetegszer nem tudtam ezzel azonosulni, mert bennem nagyon sokszor azt az érzést váltja ki egy másik motivált vagy produktív ember látványa, hogy én nem vagyok ilyen, eszembe jutottja, hogy én mennyire nem vagyok ilyen. Még akkor is, hogyha lehet, hogy olyan vagyok, csak nem úgy látom saját magamat. Viszont életemben, világéletemben, akárhányszor találkoztam motiválatlansággal, jó, talán nem akárhányszor, de motiválatlanság engem sokszor motivál. Hogyha látom, hogy nem vagyok egyedül a szerencsétlenkedésemben, hogyha látom, hogy mások is kételkednek magukban, vagy kritikusak önmagukkal szemben, vagy fel szeretnék adni, akkor így rádöbbenek, hogy nincs velem akkora nagy baj. Azért, mert én is ezeket érzem, és hogy nincs semmi veszve, és hogy így is meg tudom csinálni a dolgokat. Kicsit ide kapcsolódik, hogy a karantén idő alatt találkoztam először a toxic positivity kifejezéssel, ami valamennyire azt jelenti, hogy mindenben próbáljuk meg a pozitívumot megtalálni, még akkor is, hogyha nagyon nehéz. És ez egy nyomást tesz az emberre azzal, hogy amikor nem találja meg a pozitívumot, vagy nem tud pozitív lenni, vagy nem tud semmi pozitívat csinálni, akkor egyszerűen rosszul érzi magát miatta. És szerintem ezt sokan megtapasztalhattuk, hogy ez tényleg így van, mert nem egészséges mindig, mindenben, minden körülmények között mosolyt erőltetni magunkra. Egyébként nem is az az öröm, hogy mások is szenvednek, vagy mások is motiválatlanok az, ami engem beindít, hanem csak maga a tudat, hogy mindenki más is halandó ember, és hogy nincs ezzel semmi baj, hogyha az élet néha ilyen. Mert ritkán látni, ritkán vállalják fel ezt az emberek, és ezt teljesen megértem. Szerintem én is ritkán vállalom fel ismeretlenek előtt, mert szeretném azt hinni, hogy igenis hasznos és produktív vagyok, és sikeres. De néha nem. Vannak rosszabb napok. És persze a rosszabb napokon már csak amiatt is rosszabbul érzem magam, hogy miért vannak rosszabb napjaim, aminek semmi értelme. Úgyhogy emiatt is, és sok más miatt is folyamatosan emlékeztetnem kell magamat arra, hogy
ne vegyem túl komolyan magamat és az életet. Ez számomra egy megmentő gondolat. Mindig, hogyha eszembe jut, akkor ráébredek, hogy egyszerűen nem lehet úgy élni, hogy túl komolyan veszem ezt az egészet. Hogyha minden törik és szakad, akkor is vannak megoldások. És a világ sosem dől össze semmitől. De nem lehet úgy élni, hogy mindig attól félek, hogy mi történik akkor, ha, vagy mi lesz akkor, ha. Túl sok időt elvesz az agyalás egyszerűen ilyen helyzetekben. És hogyha eldöntöm, hogy jó, akkor nem veszem komolyan magamat, nem veszem komolyan az életet, akkor egy kicsit könnyebb. Valahogy ez is motiváló, amikor eszembe jut, hogy mennyi olyan tehetséges és sikeres ember van, akik folyamatosan kételkednek saját magukban. És valamennyire egyértelműnek tűnik, de nem tudatosul bennünk ez egészen addig, amíg ki nem mondják, vagy meg nem halljuk ezt a tényt. Például az önbűvészek, akiknek sosem tetszettek igazán a saját alkotásaik, vagy színészek, akik a forgatás első napjáig azon izgulnak, hogy biztosan jól fogják alakítani ezt a szerepet. Sőt, egyenesen biztosak abban, hogy nem fogják jól alakítani. Úgyhogy ilyenkor azt érzem, hogy semmi baj. Ők is ezt érzik, és mégis milyen jó dolgokat visznek véghez, szóval nekem is menni fog. Van egy berögződésem, ami csak nemrég tudatosult bennem annak ellenére, hogy évek óta így élek, ami pedig az, hogy folyamatosan olyan döntéseket szeretnék meghozni, amire büszke leszek majd évtizedek múlva, és amiket ugyanakkor helyesnek tartottam volna, mondjuk 10 évvel ezelőtt is. Mert az egyik legnagyobb félelmem, hanem a legnagyobb az az, hogy olyan ember lesz belőlem egyszer, amilyen nem szerettem volna lenni. Ami persze magába foglalja azt, hogy tartanom kell magam egy olyan képhez, amit régebben alakítottam ki magamról, és egy olyan képhez, amit pedig most alakítok ki a jövőbeli önmagamról. És nagyon félek attól, hogy olyan döntéseket hozok meg, vagy olyan hibákat követek el, amik miatt nem az az ember leszek, és így csalódni fogok saját magamban. Szóval valahogy mindig is így éltem, és most tettem észre, hogy folyamatosan a múltbeli és a jövőbeli énjeimnek próbálok megfelelni, nem pedig annak, aki most vagyok. Pedig, hogyha visszatekintek a múltbeli éneimre, akkor arra vagyok a legbüszkébb, aki leszarta, hogy mit fogok róla gondolni. És ugyanakkor azt is kicsit el kell engednem, hogy én 10 évvel ezelőtt jól láttam a világot, és helyesen láttam azt, hogy milyen ember kell, hogy legyek. De ez egy ijesztő gondolat, mert akkor az azt jelenti, hogy ha most úgy érzem, hogy tisztán látom a világot és a dolgokat, és hiszek abban, hogy ez nem fog megváltozni, és látok magam előtt egy olyan emberképet, amilyen szeretnék lenni, akkor van esély rá, hogy mégsem olyan leszek, mert újabb tapasztalatokat szerzek, és megváltozik a világról alkotott képem egy olyan irányba, amit mostanára rossznak tartok. És ez a gondolat ijesztő. De ugyanakkor meg nem látok egyetlen utat sem egyedüliként helyesnek, csak nem szeretném, hogy igaz legyen az, hogy igenis majd máshogy fogok látni dolgokat. Mert most tetszik a gondolkodásmódom, most tetszik az, ahogyan élek, ahogy a világra tekintek. És hogyha ez a jövőben megváltozik, akkor az azt jelenti, hogy most rosszul tekint. Oh. Szóval igen, rájöttem erre, de nem tudom, hogy tudok ezen változtatni, hogy így éljem a napjaimat. Talán ez a megoldás, hogyha bízom saját magamban annyira, hogy tudom, hogy még akkor is, hogyha követek el hibákat, és akkor is, hogyha nem az a legelső szempont minden döntéshozatalban, hogy erre büszke legyek majd évtizedek múlva, vagy nem ahhoz próbálom mindig tartani magam, hogy ne térjek le arról az útról, amin éppen vagyok, hanem nem erre fókuszálok, hanem valami másra, és bízom magamban annyira, hogy mégiscsak ezen az úton fogok maradni, akkor lehet, hogy tényleg így lesz. De ugyanakkor meg, hogyha ott leszek már, ha oda kerülök és máshogy látom a dolgokat, akkor valószínűleg nem fog érdekelni, hogy 20 évvel ezelőtt mit gondoltam és mit hogy láttam, akkor már úgy fogom látni, hogy igen, megértem, de ezeket rosszul gondoltam. Csak nem akarom elfogadni, hogy nincsen igazam a jövőbeli énemmel szemben. Egy ilyen feltételezett helyzetben. Szóval igen, sok minden van egyszerre a fejemben. Néha jó rendet tenni, és néha jó valamit csak a belőle fakadó örömből csinálni. Szeretek elmélyedni egy tevékenységben, mint hogyha nem lenne körülöttem semmi más. Kicsit máshogy tekinteni a dolgokra, és nem úgy, hogy emiatt is büszke lehetek magamra, vagy csalódhatok magamban. És el kell fogadnom, hogy
fogok elkövetni hibákat. Ja, ez elkerülhetetlen. Nem tudok konklúziót. De úgy értem, hogy ez talán nem is szükséges. Hiszen ez csak a gondolataim. És tudom, hogy még akkor is, hogyha rájövök dolgokra és tanulok dolgokat, akkor is visszakerülhetek egy rosszabb helyre. Leszek még ugyanezen a helyen valószínűleg, de leszek jobb helyeken is. És remélhetőleg minden alkalommal egy kicsit több mindent fogok megtanulni, vagy több mindenre fogok ráeszmélni, mert szeretek tanulni. És szeretek rájönni dolgokra. És hogyha erről szól az élet, csak ebből áll, akkor én azon már boldog is vagyok. De akkor a boldogság sem egy úti cél. Ugye, ez kicsit elcsépel, de nagyon sokszor én is úgy vagyok vele, hogy majd akkor boldog leszek. De hát mindig lehet plusz lépcsőfokokat betenni a boldog leszek elé, és így valahogy talán sosem jutunk el odáig. Meg ijesztő is, hogy igen, és hogyha elérem a boldogságot, akkor utána mi lesz? Akkor fenn kell tartani. Szóval nem az kell, hogy legyen a cél. Az így közben kell, hogy legyünk. A cél pedig az, hogy nem tudom, mi a cél. Lehet, hogy az egész élet is csak egy flow élmény. Csak élvezni kell önmagáért. És próbáljuk a lehető legjobban. Ja. Ennyi.